Hello, ez a News. Turod, Szeri Hardal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy egyre többen vagyunk. Ennek én őszintén örülök, de mégis arra kérek mindenkit, hogy aki még nem tette meg, az most iratkozzon fel erre a csatornára. Illetve, hogyha módjában áll, akkor mutassa meg az ismerőseinek. Ezt vagy bármely más News epizódot köszönöm. Volkswagen Nachrichten. A Volkswagen igazgatósági tagja Schäfe. Elkötelezettek vagyunk szülővárosunk Wolfsburg mellett. Látszólag egy kedveskedő PR kijelentésnek tűnhet ez csupán, ám nem véletlenül a Volkswagen csoport vezetője mondta ezt ki a saját szájával, ugyanis Schäfe már korábban is tett olyan nyilatkozatokat, miszerint, idézem, ég a ház. Ez az utolsó figyelmeztetésem, csinálunk-e valamit? Ugyanis a Volkswagen csoport, amelyhez az Audi-tól a Lambón át a Porsche-n keresztül sok minden tartozik, például a Seat is, amely most éppen megszűnés előtt áll. Szóval ez az európai gazdaságnak egy nagyon fontos óriás vállalata, és ez is bajban van. Ennek számos oka van, az elektromos autókra történő erőltetett átállás, a szankciók okozta energiaárak, Európa gazdasági helyzete, illetve hogy már nem támogatják az elektromos autókat az EU különböző piacain, de legfőképpen, hogy megjelent a kínai konkurencia, amely sokkal jobb autókat gyárt, és ráadásul úgy, hogy egy csomó európai hóbortot, mint például környezetvédelem, vagy mondjuk a dolgozók érdekeinek figyelembevétele, hát meglehetősen zárójelben kezelnek csak Kínában, ezért az autóik amellett, hogy jobbak, lényegesen olcsóbbak is. És hát ez eddig is igen fájón érintette a Volkswagent, amelynek hát Kína egy olyan terep volt eddig, ahol a bevételének a felét tudta produkálni. Most, hogy ezt lényegében elvesztette, a legnagyobb problémát az jelenti, hogy most már hazai pályán, Európában is nagyon nagy bajban van a kínai automárkákkal szemben. És hát nehéz is úgy versenyezni, ha még az autóik bizonyos elemeit is újra hasznosított szemétből gyártják le, aztán ezt még marketingeszközként is megpróbálják felhasználni, mondván, hogy ha tőlük veszel autót, akkor újra hasznosított szemetet veszel, és ez milyen jó dolog. Pláne ennyiért. Egy időre biztosan bezárják két németországi gyárókat, mert egyszerűen nem éri meg működtetni őket, annyira nem rendelnek tőlük elektromos autót. És hát más a csoporthoz tartozó márkáknál is vannak problémák. A Seatot ugye már említettem, az meg is fog szűnni. Ráadásul a többi német autógyártó vezetője is rendszeresen panaszkodik. Legutóbb a Newsban a BMW vezetőjétől idéztem, de hát vannak néhányan, és valamennyien kommunikálták már azt nagy nyilvánosság előtt, hogy ők igazán nem szeretnének üzengetni, de sajnos nem tudják elérni a politikusokat, és ha el is érik őket, akkor egyszerűen, mint hogy a falhoz beszélnének, pedig az EU gazdaságának alapja a tét. Szerintem vegyenek fel ukrán kommunikációs tanácsadókat. Ők tudják, hogyan kell ezekkel az emberekkel beszélni. Union. Az EU-s segítség blokkolása. Magyarország nem elégedett Ukrajna engedményével az OTP bankkal kapcsolatban. Az ukrán hírügynökség szerint az, hogy elő felfüggesztették az OTP bankot az ukránok az úgynevezett a háború nemzetközi szponzorainak listáján, ahová azért került, mert az OTP-nek van leánya Oroszországban is. Nem volt elég a magyar vezetésnek, ezért később le is vették a listáról az ukránok teljesen. De ez még nem minden. Financial Times. Brüsszel kiolvasztja a magyar forrásokat, mivel segítséget akar találni Ukrajnának. 66 milliárd euróval szeretnék növelni az egész EU költségvetését, és ebből a 66 milliárdból az ukrán vezetésnek akarnak adni 50 milliárdot. Tehát 16 maradna az EU-nak a saját problémái megoldására többletként. És ezért cserébe 13 milliárd kerülne Magyarországhoz abból, amit korábban befagyasztottak, mert Magyarország vezetése nem viselkedett jól. Klassz. Ebbe a növelésbe egyébként már Németország sem akar belemenni, úgyhogy végre nincs Magyarország egyedül. Na most, nekem úgy tűnik, hogy ha már ennyire kedvesek lettek hirtelen még Magyarország vezetésével is, akkor nagyon nagy lehet a baj. Az ukránok leveszik a listáról az OTP-t, Brüsszelben meg elfelejtik azokat az apróbb nézetkülönbségeket, amiért képesek voltak megbüntetni egy tagország valamennyi lakosát, tehát még az ellenzékieket is, csak azért, mert a vezetőségével az országnak nem értettek egyet. És hát ugye Lengyelország sem az a híresen jól viselkedő, és most, ahogy állnak a dolgok, hamarosan Szlovákia is elkanászodik majd hirtelen. Tudom, nagyon kell a pénz lóvéra Magyarországon is, de
Szerintem azért annyira mégse kell. Mert amikor már ennyire fontos lett nekik, akkor szerintem már nekünk nem is annyira fontos. Nagyon európai módon előbb meg kell tárgyalnunk, hogy hogyan beszéljük meg egymással, hogy mikor kell egyeztetni arról, hogy mit kellene átgondolni ahhoz, hogy végre át lehessen tekinteni, hogy milyen szempontokat kellene figyelembe venni. És aztán egy nagyon alapos és hosszadalmas folyamat végén hoznánk döntést arról, hogy mi legyen. Tehát, hogy mikor beszélgetünk ezekről a dolgokról. Igen. Van az a magyar mondás, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Másfelől, amikor majd évtizedek múlva megtudjuk, hogy milyen csúszópénzeket kaptak ukrán tisztségviselők, ki miből vett magának villát Miami-ban vagy Dubajban, és hány ukrán tisztségviselőből csináltunk mi együtt európai állampolgárokként milliárdost az adónkból, mert amíg még a sajátjainkból csinálunk milliárdost, az egy belügy, tehát ezek ugye még nem az EU tagjai. Szóval, akkor már késő lesz. Addigra már egy csomó EU-s állampolgár, akinek nagyon kellett volna egy bulgáriai rendelőintézet, egy dél-olaszországi kórház, egy szlovákiai iskola vagy egy magyarországi laboratórium, már nem lesz. És sosem tudta meg az élete során, hogy miért nem volt rá pénz. Mármint azon kívül, hogy ma nem EU tag Ukrajnára költötték. Aftonbladet. Billström elfelejtette az útlevelét. Tobias Billström, svéd külügyminiszter, nem tudott részt venni az uniós külügyminiszterek kijevi találkozóján, mert az ilyesmit Kijevben kell tartani, hiszen az a legbiztonságosabb hely, ugye? Szóval nem tudott részt venni a svéd külügyminiszter ezen a találkozón, ugyanis elhagyta az útlevelét. Hát ez egy nagyon hülye kifogásnak tűnhet, ha az ember nem akar elmenni egy országba, amit lőnek, bár gondolom azokat a helyeket, ahol ilyen diplomaták tartózkodnak, pláne egy tömbben. Nyilván az oroszok nem lövik, tehát voltak éppen a nyugati diplomaták azért járnak ilyen sűrűn Kijevbe, mert védőernyőként működnek. Ez a legbiztosabb EU-s légvédelem. A lényeg az, hogy állítólag elhagyta az útlevelét, ugye, a külügyminiszter úr. Igen. És hát mit van mit tenni? Svédországban nem tudtak gyorsan nyomtatni egyet a belügyminisztériumban, pláne diplomata útlevelet, ami a miniszter úrnak jár, úgyhogy hát sajnos nem tudta elmenni. Biztos a kutya megrágta. Vagy biciklizés közben hagyta el. Esetleg egy migráns elégette az egyik nagykövetség előtt, ez lehet. Emellett Lengyelország, Lettország és Magyarország külügyminiszteresen ment el. A magyart azt értjük, most már a lengyelt is értjük, a letteket nem értem. Pláne én, aki ugye első kézből tudok mesélni arról, hogy mit művelnek az orosz határon Ukrajna miatt. Az a tippem, hogy a lett külügyminiszter azért nem ment el Kijevbe, mert mindig felszokott kérezkedni vagy a lengyelek, vagy a svédek gépére, aztán a vonatára, és mivel most nem mentek, neki meg nincs mivel menni, ezért otthon maradt. Polsat News. Rau 2-s pont a német koncernál látta, hogy segíteni kell Donald Tuskon. Lengyelország külügyminisztere a lengyel választási kampány kellős közepén beszólt a németeknek is, de ez a lengyelek belföldi sztoria, minket ez nem érint. Ezt az anyagot nem ezért a címben szereplő mondat miatt hozom, hanem azért, mert ugyanekkor, ugyanitt, ennek a Lengyel Hír TV-nek a műsorában külügyminiszterként ezen mondat mellett a következőt mondta azzal kapcsolatban, hogy miért nem ment el Kijevbe. A távollétem részben annak a kifejeződése, hogy társadalmunk bizalma az ukrán kormány jelenlegi Lengyelországgal szembeni viszonyában enyhén szólva is megrendült. Szerintem lassan Lengyelországnak is odaígéri az EU azt a pénzt, ami igazából jár neki. TASZ. Az Egyesült Államok befagyasztotta az Ukrajnának nyújtott új segélyt a hosszú távú finanszírozás hiánya miatt. Valaki gyorsan súgja meg Joe bácsinak, hogy lehetne kölcsönkérni megint Kínától is, hogy aztán azt Ukrajna mellett Tajvan felfegyverzésére fordítsák, és akkor így végre kínai pénzből lehetne megállítani Kínát és Oroszországot is. Mekkora ötlet. Spiegel.
Először Amerika, aztán Ukrajna. Németországból is úgy tűnik, hogy Ukrajna vezetésének hamarosan el kell gondolkodni egy olyan megoldáson, ami idézem, Oroszország feletti győzelem nélküli. Nem baj, hát hamarosan a Spiegel szerkesztő is felkerülnek a Miratvarecre, aztán a háború szponzorai lesznek, és különben is mindig is tudni lehetett, hogy őket is Putyin fizeti, mert hát ő ott volt KGB-s, a többit meg el lehet képzelni. Ukrajinska pravda, Kuleba 2. Ukrajna EU tagsága elsőrangú lesz. Az ukrán külügyminiszternek sok szép mondata volt már eddig is, de most sikerült a saját rekordját is megdönteni, amikor ezt mondta. Можу зафіксувати, що Україна є першосортною державою, і тому нічого, крім першосортного членства, нас не влаштовує. Tehát, hogy Ukrajna elsőrangú ország, és ezért elsőrangú Európai Uniós tagsága felül semmi más nem elégíti ki őket. Értem. Tehát akkor vannak a világon az elsőrangú országok, és vannak a többiek. Jó tudni. A németek is addig mondogattak ilyeneket 80 évvel ezelőtt, amíg kitűzték a szovjetek a zászlójukat a Reichstagra. Mondjuk akkor voltak köztük ukránok is, az igaz. Nagyon szép európai hangnemet sikerült megütni megint, nem ezt a mostani európait, ez most tényleg ilyen, hanem azt a régi fajtát, azt az elfogadó toleránst, a minden ember és minden nép egyenlő vonalból való. Tehát vannak a barbárok, az orkok, a civilizálatlan népek, akiket gyarmatosítottak annak idején, és hát még mindig gyarmatosítani kell, mert nem értik, hogy mi ez a szabadság, meg demokrácia. És hát van a földi Kánaán, a nyugati világ, amely oly tökéletes, hogy mindenki oda akar bebocsátást nyerni, lásd még migránsok. Aha. Na hát általában az, aki lenézi a többieket, nem szokott jól járni. Ez egyfajta megfigyelés. Viszont ha még valaki másokra támaszkodva tud csak életben maradni, és úgy kezdi el ezt csinálni, az még nevetséges is. Szerencse, hogy legalább Kuleba nem volt humorista, mert Zelenszky, már nem a mostani, hanem a régi, ugyanúgy, mint ahogy az EU megváltozott, úgy megváltozott Zelenszky is. Szóval Zelenszky ezt el tudta volna mondani a kvartában úgy, hogy az vicces is. Nagy kár, hogy a mostani megtalálta azt a hajszálat, ami a komédiát elválasztja a tragédiától. Amennyiben szeretnéd támogatni a Newst, megteheted banki átutalással, PayPal-on és itt a YouTube-on is. Bevebb információ, aláírásban. Köszönjük! Lenta. Ukrajnában Musk egy Zelenszkyről szóló poénja miatt arról beszéltek, hogy szarban találja majd magát. Elon Musk posztolt egyet a saját tulajdonú közösségi oldalán, amin az erőlködő fiús mémet átvariált a Zelenszky arcára, és fölé írta, hogy az arcod, amikor már 5 perccel nem kértél egy milliárd dollárnyi segítséget. De erre érkezett az a nagyon kultúrált, nagyon európai, nagyon finom úriemberekre jellemző válasz az ukrán parlament házelnökétől, Ruszlan Stefancsuktól ugyanoda, beteggelve Elon Muskot, hogy ez valójában az az eset, amikor egy srác meg akarta hódítani az űrt, de valami elromlott, és 5 perc múlva a szarban találta magát. Kultúremberek, na. Mondjuk, ha éppen rossz napja lenne Musknak, akkor foghatná magát, lekapcsolhatná a Starlinket Ukrajnában, kidobhatná az összes ukrán tisztségviselőt az X-ről, lánykora nevén a Twitterről, aztán jó napot. Nem azért, mert ilyen kommenteket kapott, már ez lepereg róla, hanem azért, mert a komment végéről hiányzott egy ukránul ritkán használt kifejezés. A köszönöm. Nyisza víszima helgezjata. Brüsszel támogatásáról biztosította Kijevet, amikor az Egyesült Államok kivette a segélyt az átmeneti költségvetésből. Josep Borrell a következőt mondta, idézem, ami az ukrajnai választásokat illeti, ez nem az én dolgom, én az Európai Unió külpolitikájáért vagyok felelős, és nem az egyes országok, legkevésbé Ukrajna belpolitikájáért. Na ez tök jó. Jó ezt tudni. Tehát akkor a magyarországi, a lengyelországi, vagy majd a szlovákiai belügyekbe se szól bele, csak nekem tűnt úgy eddig. Hát oké, ezen libbenjünk is túl, viszont arra lennék kíváncsi, hogy a bácsi úgy akarja odaadni a mi EU-s adófizetői pénzünket egy országnak, hogy ott, ha nem akarnak, akkor nem tartanak választásokat. Jól értem? Meg betiltanak ellenzéki pártokat csak azért, mert Oroszországgal szeretnének bandázni, lekapcsolják az ellenzéki tévéket és rádiókat.
Nem úgy volt, hogy a demokrácia, meg ezek a fontos szavak annyira fontos dolgok, hogy igazából azért kell támogatni Ukrajnát is, hogy ott is ilyen szép Milka reklámnak tűnjenek a hétköznapok. Teljesen összezavarodta. Kérem, ne tessék minket kétségek közt vergődni hagyni. Minket nagyon is érdekel, hogy lesz-e választás Ukrajnában. Legalábbis most, hogy a mi pénzünkből menne, az is legalább tessék már szólni, mire költik és kik. Én is a fak. Erdoğan elnök kihívása az EU felé a világ címlapjain kettős pont. Elvesztette a türelmét. Nagyon visszafogott megfogalmazás ez arra, ahogy a török elnök az EU-ról beszélt a hétvégén. Ugye felajánlották Törökországnak az EU tagságot csak azért, hogy Svédországot és Finnországot beengedjék a NATO-ba. Ebből nagyon taktikusan még csak a finneket engedték be. Azóta se történt semmi. Idézném őt hát szó szerint. Bár a kormányok változnak, az Európai Unió hazánk iránti igazságtalan és szerződéses hűségelvével nem összhangban álló elfogult hozzáállása nem változik sosem. A papíron meghatározott elveiket, a szabályaikat és a saját szokásaikat figyelmen kívül hagyva ismételten igazságtalanságot követnek el hazánkkal szemben. Mint országként, Törökországként nincs elvárásunk az Európai Unió felé, amelynek kapujában már 60 éve várakoztatnak minket. Ha visszavennének az olyan igazságtalanságokból, mint például a vízumkényszer a mieinkkel szemben, amit velünk szemben egyfajta rejtett szankcióként használnak valójában, akkor legalább korrigálnák saját hibáikat. Ha nem teszik ezt meg, politikailag, társadalmilag, gazdaságilag és katonailag teljes mértékben elveszítik azt a jogot, hogy bármit is elvárjanak tőlünk. Ha szándékukban áll a teljes tagsági folyamatot, ami már csak szavakban létezik, lezárni, akkor az az ő dolguk. Hát ebből még kinézett biztagság is. Always Magazine. A Saudia visszahozza a retrót, mint új céges arculatot. Látszólag ez egy jelentéktelen 72. hír csupán, ami legfeljebb annak lehet érdekes, aki érdeklődik a repülés iránt. Ám Szaúd-Arábia légitársaságának, a Saudiának a gépei egyrészt tényleg így fognak kinézni, több mint a 80-as években, ami sokat elárul napjainkról és arról, hogy a boldog békeidőkhöz akar mindenki visszanyúlni még vizuálisan is. Másrészt Szaúd-Arábia nem csak látványban és az országot érintő fejlesztésekben akar kitűnni, hanem a turizmust is komolyan veszi. Ehhez pedig nagyon durván fejleszteni kezdte a légitársaságát is. Azért, hogy elindulhasson az Emirates és a Qatar Airways útján. Sok Saudia gépet fogunk látni az elkövetkező években, és szépek is lesznek. Isztóe! A Petrobras ismét megvédi az egyenlítői peremen végzett kutatásokat. Brazília állami olajcége hatalmas olajtartalékokat fedezett fel, éppen az Amazonas medence. Kellős közepén, az egyenlítő szélén 5,6 milliárd hordónyi biztosan van. Pedig hát az Amazonas ugye védeni kellene. Ha ez tényleg így van, akkor ez 37%-kal növelné Brazília jelentőségét az olajpiacon a számítások szerint hordóra konvertálva. Lehet, hogy szegény brazilok nem tudják, de hirtelen óriási szükségük lett egy kis demokráciára. CNN. Az a férfi, aki Csöpek Sákön 1996-os lelövésével gyanúsítanak, már régóta azt állítja, hogy ott volt a büntet helyszínén. Íme, amit róla tudunk. Dwayne K. Davis még 1998-ban egy tévéműsorban azt mondta, hogy ott ült abban az autóban, amiből lelőtték Tupacet. A Las Vegas-i rendőrség meg azt állítja, hogy az elmúlt 5 évben is sok emberrel beszéltek, tartottak kihallgatásokat is, és ennek eredményeként most már biztosak a dolgukban. Akkor még nem volt bekötve a kábel tévé a rendőrösre, de most lehet, hogy megtalálták ezt a videót a YouTube-on. Ez lehet. Ez egy elég nyugodt munkamenetnek számít így 27 év után, és az is meglepett, hogy a gyanúsítottat nem lőtték le egyből a rendőrök megszokásból. Ez volt a News Turóczi Richarddal. Tessék feliratkozni, mert a feliratkozás gomb nem nyomja meg saját magad. Richardnak van Telegram csatornája, TikTokja és Instagramja is. Tessék bekövetni ott. A nevében is köszönöm. Mara Eni, köszönjük a fidelmet.